Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. A 2019-es esztendőben ismét egy nagyon szép kerek évfordulót ünnepel a Széphő ZRT stúdiónk vendége, Szauter Ákos igazgató úr. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Hát a 70-rel lehet azt mondani, hogy gombócból már bizonyára túl sok, de hát az évek számában is én azt gondolom, hogy meghatározó egy cég életében, így a Széphő ZRT életében is, vagy lánykori nevén IKV-nak is említhetjük, hiszen azt hiszem, hogy a fehérváriak között még mindig benne van a köztudatban, meg mindig szoktak még hivatkozni a Széphőre, mint IKV-ra is. Igen, nem egyszer még bennünket is megtalálnak, úgyhogy IKV főleg, akik korábban született korosztálynál, ez előfordul, hogy még a régi nevünkön neveznek bennünket. Ez a 70-es évforduló nyilván lehetőséget adott a visszatekintésre, és hogyha csak néhány gondolatba kéne vázolni, akkor mit tud elmondani a múlttal kapcsolatban, milyen jelentős pillanatok voltak a cég életében? Mozgalmas volt a múltunk. Ugye alapvetően maga a cég az nem távhőszolgáltatással indult, hanem elsősorban az önkormányzati ingatlanoknak a kezelésével. 49. október 20-án alapították elődeink a céget, és akkor még kifejezetten az ingatlanok kezelése volt a fő tevékenység, és az évek során ez változott, és ma már azt kell mondanom, hogy a fő tevékenységünk a távhőszolgáltatás. Azt is mondhatjuk talán, hogy meghatározó cég a város életében is, hiszen talán az Icarus Videóton mellett az IKV, vagy hát Széphő volt az, ahol biztos, hogy minden fehérvárinak vagy volt rokona, vagy volt ismerőse, barátja, aki ennél a nagy vállalatnál dolgozott. Igen, és sokan vannak olyanok a kollégáink között is, akik adott esetben nálunk kezdték el a pályafutásukat, és most már 35-40, akár 45 éve nálunk dolgoznak, és ők még az IKV-ban kezdtek egykoron, és utána 93-tól lettünk Széphő. Tehát akkor vannak ilyen stabil alapkövek is mondhatni a kollégák Igen. között? Igen, én ezt mindig úgy szoktam megfogalmazni, hogy talán mi vagyunk az a cég, ahonnan bátran lehet tervezni a nyugdíjas éveket. Tehát, hogyha valaki nálunk kezd dolgozni, akkor nem ritka, hogy akár tőlünk megy nyugdíjba. De ha közbe csatlakozik be valamikor az élete folyamán, akkor is van arra lehetőség. Lévén távhőszolgáltatás az volt, van, és reményeink szerint lesz is. Ezért remélem, hogy tőlünk fog tudni nyugdíjba is menni, ha ő is úgy akarja. Mondhatjuk, hogy a távhőszolgáltatás belépése a cég életébe azért a jövőjét is biztosította, vagy egy ilyen dinamikus üzletág alakult ki ezzel? Nagyon sokáig párhuzamosan ment. 62-ben lépett be a távhőszolgáltatása a cég életében, akkor kifejezetten még elsősorban szolgáltatási oldalon, tehát kevésbé termelői oldalon. És utána ez folyamatosan nőtt, tehát ahogy a panelprogram elindult, a panelházaknak az építése egészen pontosan, azzal együtt nagyon dinamikusan nőtt a távhőszolgáltatás. És folyamatosan az ingatlanok a rendszerváltás után értékesítésre kerültek, és ez az ingatlan szám folyamatosan csökkent. Ebből részben kinőtt a társasházkezelésünk, ami ma is üzletágunk, és ma is megvan jelen a cég életében. De ugyanakkor viszont az a fajta ingatlan kezelés, ami korábban az IKV-nak a fő profilja volt, az folyamatosan épült le, tehát így váltotta egymást. Tehát a távhőszolgáltatás igen, az, amivel túléltük ezt az időt, ha fogalmazhatok így, tehát az lett a ma a fő irány. Ez a 70-es évforduló gondolom, hogy arra is módot vagy lehetőséget teremt, hogy az idei esztendő egy kicsit ennek a jubileumnak a fényébe teljen. Szeretnénk mindenképpen megünnepelni, mert az ember életében egyszer 70 éves, így egy cég életében is egyszer van csak az, hogy a 70. születésnapját ünnepelheti. Mi is szeretnénk ezt egy kicsit ünnepélyesebbé tenni, és szeretnénk kifelé is megmutatni a Széphőt, úgyhogy különböző rendezvényekkel készülünk, különböző módon szeretnénk megszólítani a részben a felhasználóinkat, részben azokat is, akik egyébként a távhővel jelen pillanatban semmilyen kapcsolatban nincsenek. Hogyha említett, hogy szeretnék megszólítani, akkor mondjunk egy kicsit néhány példát erre, hiszen hogyha jól tudom, akkor ilyen nagyon színes programkavalkáddal is készültek, szerencsekerék is lesz, és számos egyéb ilyen érdekesség, amit tényleg a lakosság, az ügyfelek is megtapasztalhatnak. Ami már megtörtént, és ami már adott az, hogy az előterünkben kialakítottunk egy retro sarkot, ahol lehet fényképezkedni, olyan régi dolgokat próbáltunk ott bemutatni, ami a múltunkból és a múltunkra jellemző,
Így van ott még ez a hagyományos tárcsázós telefon, vagy Unosity TV, régi újság, írógép. Ezt meg is lehet, meg lehet nézni, ki lehet próbálni. Ez főleg a, talán a fiatalabb generációnak egy olyan újdonság, hogy, hogy valamikor ez ilyen volt, és ilyen, ilyen lehetett. Egyébként ezt szeretném hozzátenni, hogy a kollégák voltak, akik hoztak be folyamatosan mindenféle dolgokat, relikviákat, otthon őrzött kisebb-nagyobb tárgyakat, pont azért, hogy, hogy meg tudjuk mutatni. De ezen kívül a héten, a hetedike lesz csütörtök, és ezen alkalomból indítjuk a szerencsekereket. Ez azt jelenti, hogy minden hónap hetedikén, amennyiben az esetleg nem hétköznapra esik, hanem hétvégére, akkor a közvetlen közelében lévő hétköznapon a szerencsekerék megpörgetésével azon felhasználóink, akik akkor ügyet intéznek nálunk, azok különböző nyereményekben részesülhetnek. De ezen kívül tervezünk faültetést, és szeretnénk egy fát elültetni a 70 éves jubileum kapcsán egy kis táblával megmutatva azt, hogy igen, 70 éves a szép hő, és reményeink szerint, ha elég hosszú ideig él a fa, akkor a következő kerekévfordulókat, akár a 70-et, következő 70-et is, de mindenképpen a következő nullára végződő évfordulókat megélheti. Tervezünk előadást, amiben szeretnénk bemutatni egy kicsit a nem csak közvetlenül a szép hő történetét, hanem a fehérvári közműszolgáltatásnak a történetét is. Ez a múltról, illetve szólnánk egy kicsit a jelenről is, hogy hogyan áll jelenleg a szép, illetve mik a jövőbeni tervei. Szeretnénk megszólítani az iskolásokat, óvodásokat is, ez még folyamatban van ennek a tervezése, de reményeink szerint hozzájuk is eljutunk, és valamilyen formában nekik is át tudjuk adni azt, hogy igen, 70 évesek lettünk, és itt van egy 70 éves cég a piacon, aki jelenleg a Fehérvár távfőszolgáltatója. És hogyha már említette az előadást, akkor ott egy kicsit abból is ízelítőt kaphatnak majd, hogyha helyesek az információim Demeter Zsófia segítségével is, hogy mondjuk hogyan fonódott össze Székesfehérvár története a szép történetével, és ez egy ilyen nyílt előadás lesz majd a Városháza dísztermében. Igen, így tervezzük. Valóban itt ugye nagyon nehéz szétválasztani dolgokat, tehát hogy nem tudjuk szétválasztani a villanygyárat, az egykori villanygyárat az IKV-tól vagy szép hőtől lévén, hogy a hő onnan jött, bár az villanygyárnak indult valamikor, a gázgyárat és a többi közszolgáltatót, és ez mind-mind beleépül Fehérvár történetébe. Tehát ez olyan szerves egészet alkot, amit nagyon-nagyon nehéz lenne szétválasztani, és valóban Demeter Zsófi arra vállalkozott, hogy ezt az egészet bemutassa, ebből egy 45 perc, egy órás előadásban bemutassa, hogy ez hogyan is ment a történelem során, tehát hogyan alakult ez a múlttól egészen napjainkig. Aztán lesz majd egy ilyen kis több részes sorozat is a Fehérvár magazinban, ahol egy kicsit a szép hő történetét összefoglalva az ilyen érdekességeket is megismerhetik majd az olvasók. És éppen ilyen háttéranyagok között nagyon sok izgalmas dologra bukkantam, hogy mennyi minden épületnek mondjuk a felújításánál játszott szerepet a szép hő is, és mondjuk kezdve attól, hogy hol volt először kvázi ilyen távfűtés, melyik régi villában, ezek is mind akkor majd bemutatásra kerülnek? Tervezünk egy kiállítást is, ahol szeretnénk összeszedni azokat a képeket, anyagokat, amit összetudunk, és ami a cégünkkel kapcsolatos, de ezen túlmenőleg lesz egy kiadványunk, ami a szép hőnek a történetét fogja bemutatni, illetve, hogy említette, a Fehérvár újságban is szeretnénk ezt majd bemutatni, illetve szeretnénk meghívni majd egy játékra is az olvasókat egy kvízjáték keretében, hogy mi az, amit ők gondolnak, tudnak, vélelmeznek esetleg a szép hőről, illetve annak a múltjáról. Most így nagyon sokszor használjuk a társadalmi felelősségvállalást, és hát ebben a szép hő is mindig élen jár, de élen járt már a múltban is, amikor mondjuk még nem társadalmi felelősségvállalás programjának emlegettük ezeket, hiszen pont ezek közt, a háttéranyagok közt kutakodva olvashattam olyan sorokat, hogy mondjuk egy kollektíva felújította, rendbe tette, akár a táncoló lány szobra környékét, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a cégben ez a szemlélet a múltban is jelen volt, ott gyökerezett. Ez egy hagyomány. És azért, mert 70 évesek lettünk, azért
ezt tovább szeretnénk vinni. Most ez nem lesz olyan értelemben különleges, hogy mi szeretnénk a 70 éves jubileumhoz kapcsolni az idei társadalmi felelősségvállalásunkat, de önmagában ezt csináljuk évek óta, hogy mi is elmegyünk óvodákhoz, iskolákhoz, ugye legutóbb az országos papi otthonban voltunk, ahol hozzá szeretnénk tenni a mi munkánkat, tehát amit mi tudunk kétkezi munkánkkal esetleg segíteni, és egy kicsit megmutatni azt, hogy ezzel is lehet valami alkotást létrehozni, valamit alkotni, még akkor is, hogyha én a magam részéről nem különösebben tudok festeni, de évek óta festek a társadalmi felelősségvállalás keretében. Nem mondom, hogy nem lehetne megkritizálni, és nem lehetne véleményt mondani a művemről, de akkor is, tehát olyat alkotunk, amire esetleg annak az intézménynek, óvodának nincsen aktuálisan kerete, mi pedig fel tudjuk vállalni, meg tudjuk csinálni, és bennünket is azért a közös munka azért összehoz, és a múltból gyökerező hagyományokat szeretnénk a jelenbe átörökíteni. Meg talán szívesen is csatlakoznak ehhez éppen a múltból adódóan a kollégák is, nem? Tehát, hogy már hagyománya van ennek a dolognak a cégnél. Az elmúlt időszakban elsősorban ezt a vezetői szinten készítettük ezeket a dolgokat, vezetőjüket szedtük össze, és mondtuk azt, hogy akkor így együtt elmegyünk valahol valamit dolgozni, de szeretnénk ezt kibővíteni, tehát a terveink között szerepel az, hogy ezt azon dolgozók részére, akiknek ez kedvük van, szívesen vállalják, úgy gondolják, hogy ők is szívesen tesznek valamit, segítenek valahol, hogy őket is behívni, meghívni, és akkor még többen vagyunk, még több dolgot tudunk megcsinálni. Hát ugye nagyon sok program lesz itt, de akkor mondhatjuk azt, hogy csütörtökön találkozhatnak az első ilyen nagyon közvetlen dologgal az ügyfélszolgálaton majd az érdeklődők. Igen, ez lesz az első olyan eleme a 70 éves jubileumunknak, amiben már szeretettel várjuk az ügyfeleinket, felhasználóinkat, díjfizetőinket, ahol a szerencsekerék szerencsét lehet próbálni, de onnantól kezdve megy tovább a folyamat. Az egyik gócpont még április elején lesz, amikor egy olyan hetet tervezünk, amely hétben több olyan program is lesz, ami kifejezetten a 70 éves jubileummal fog foglalkozni. Akkor ez egy ilyen tematikus hét lesz? Igen, talán mondhatjuk így, hogy igen, arra a hétre szeretnénk fókuszálni a programokat egy részét, de például lesznek olyanok is, amit viszont úgy gondolunk, hogy majd az év hátra levő részében. Tehát, hogy egy kicsit jusson a többi részére is az évnek program. Ez az, amit ugye a nyilvánosság érzékel, meg a mi programelemeket mondtunk, azért azok olyan programelemek, amik tényleg a Székesfehérváron élőknek, a céggel kapcsolatban lévőknek is szólnak, de nyilván belül is ünnepelnek, vagy készülnek az évfordulóra. Mi a tapasztalat, mi a visszajelzése a kollégáknak? Ők hogyan érik ezt meg? Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak kifele mutassuk meg magunkat, hanem együtt közösen is tudjunk ünnepelni. Mindenkinek része van, aki nálunk dolgozik ebben a 70 évben, most legyen az egy hónap, két hét, vagy akár 35-45 év, de ténylegesen részesei a kollégáink is ennek, és szeretnénk ezért mindenképpen belül is egy kicsit ezt megünnepelni. Lesz ünnepélyes állománygyűlés, aminek keretében szeretnénk ezt egy kicsit ünnepélyesebbé tenni, ott fogjuk megnyitni majd a tervezetten a kiállítást, a dolgozók is megtekinthessék, illetve próbáljuk őket bevonni a programokba. A jubileum alkalmából egy logót terveztettünk, egy szép logót, amiben megjelenik a 70-es szám is. Ez például a kollégák voltak, akik választottak három versenymű közül, hogy melyik legyen az. Szeretjük őket bevonni egyéb dolgokba. Most például aktuálisan gondoltunk arra, hogy a régi szlogenünket lecserélendő új szlogen kellene választanunk. Ugye a réginek az aktualitás az akkor volt, amikor még a szép hő ténylegesen kezelt az önkormányzati lakásokat is. Ugye ez a Minden házban otthon vagyunk, igen. Című logó. Ez ugye most már nem annyira aktuális, és úgy gondoltuk, hogy valamit frissíteni kellene. És nagyon-nagyon aktívak voltak ebben is a kollégák, rengeteg ötletet kaptunk. Tehát nagyon szeretnénk, hogy ők is részesei lennének, és közösen tudnánk megünnepelni ezt a jubileumot. Vissza-vissza látogatnak mondjuk a régi kollégák is, akik mondjuk onnan mentek nyugdíjba, van-e kapcsolat? Kifejezetten azokkal van elsősorban kapcsolatunk, akik az elmúlt években, tehát a közelmúltban hagytak el bennünket, sőt, több olyan kollégám van, akik még mind a mai napig adott esetben segítenek nekünk, például mint a fűtőerőműnek a vagyonelemei is nálunk vannak vagyonkezelésben,
az ottani bemutatásban szoktak idősebb kollégák segíteni, akik minden részét ismerik az erőműnek. Egyébként lesz, tervezzük azt is, hogy az erőműveket is megnyitjuk majd, és lesz lehetőség bejárásra, és nem csak a királysoron, ami már ma már történelem, hanem ugyanúgy a Bakony utcában is, ami pedig a modern kor és az új. De a régieket, tehát a nyugdíjasok felé is szeretnénk nyitni, ezt még folyamatban van, nem tudjuk pontosan, de valószínűleg őket is valamikor az év folyamán szeretnénk meghívni egy kis közös ünneplésre. Akkor mozgalmas év vár az idei esztendőben is a szépőre. Végezetül mi az, ami mondjuk ön szerint a kezdetekben is megvolt, és a mai napig végig kíséri a szépőt, és mi az, ami mondjuk a legnagyobb változás volt? Kezdeném a végén. Mindenképpen változás volt az, ahogy és amilyen körülmények között dolgoztak a kollégák, dolgoztunk, illetve maga a profilváltás. Tehát azért egy jelentős profilváltás, hogy korábban ingatlanokat kezel egy vállalat, utána pedig távfőt szolgáltat, tehát ez mondjuk egy igen jelentős változás, még hogyha ez kellő átmenettel történt is, és az évek során ez azért nem egy markáns és éles váltás volt, hanem tényleg azt mondhatom, hogy egy folyamatos átalakulás. De hozza magával azt, hogy az IKV, a Szép Hő azért Fehérvárnak akkor is, és talán most is egy ismert és meghatározó cége tud lenni. Szeretnénk ebben mindenképpen folyamatosan továbbra is előre haladni, előre lépni, hogy ne csak azt tudják, hogy a Szép Hő az úgy valami, hanem tényleg lehessen a Szép Hő egy olyan név, amire az emberek pozitívan néznek, amire az emberek úgy gondolnak, hogy igen, ez egy jó cég, igen, ha én távfűtött lakásban lakom, akkor tudom azt, hogy biztonságban vagyok, meleg van, jó szolgáltatást kapok, és tehát lehessen egy abszolút pozitív képet kialakítani rólunk, ami úgy gondolom, hogy egyébként annak idején az IKV-nak is megvolt. És akkor ez volt csak a közös pont is, mondhatjuk. Igen. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát azt tudom ígérni a nézőknek, hogy igyekszünk minden egyes mozzanatról beszámolni az évforduló kapcsán. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, Esti Mérleggel természetesen, holnap is várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!